Augusztus 29-én a Nemzetközi Repülőnap és Haditechnikai Bemutató második napjának megnyitóján Benkő Tibor honvédelmi miniszter köszöntötte a látogatókat. A tárcavezető úgy fogalmazott, a repülőnap és haditechnikai bemutató a szórakozás mellett arra is kiváló alkalmat biztosít, hogy az érdeklődők lássák, hol tart jelenleg a honvédelmi és haderőfejlesztési program, milyen célok valósultak meg belőle. Örülök, hogy itt vannak és érdeklődést mutatnak a honvédelem ügye iránt, mert a mai napon azt láthatják, hogy ez a magyar honvédség milyen új, korszerű, modern technikai eszközökkel kerül felszerelésre, és azt láthatják, hogy a katonáink, akik felesküdtek az ország, az emberek békéjének, biztonságának garantálására, milyen mesterien tudják kezelni ezeket az eszközöket. A tárcavezető rámutatott, a honvédelmi és haderőfejlesztési program középpontjában az ember, a katona áll, ezért alakították ki a katonai életpálya modellt. Ezért hívják fel folyamatosan a fiatalok figyelmét a katonai hivatásra, és ezért dolgozták ki az egyetemi éveik előtt állók számára azt az önkéntes katonai szolgálati rendszert, amelynek során a fiatalok felvételi pluszpontokat szerezhetnek. Ha úgy gondolják, hogy a haza iránti elkötelezettségük, a korszerű felszereltség biztosította lehetőségek mellett ezt a pályát kívánják választani, akkor erre legyen meg a módjuk és lehetőségük. Ruszin Szendi Romulus altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnoka megköszönte a több tízezer érdeklődőnek, hogy kilátogattak a repülőnapra. Látni fogják, hogy azok az új eszközök valóban új képességet jelentenek a Magyar Honvédségnek, és így önöknek, Magyarországnak. A mi dolgunk pedig az, hogy a katonáinkat kiképezzük rá, hogy azt profi módon használhassák, alkalmazhassák itthon és külföldön. A Nemzetközi Repülőnap és Haditechnikai Bemutató vasárnap is változatos és látványos programokkal várja az érdeklődőket.